Hatodikos és nyolcadikos diákok kaphattak ízelítőt a Hőgyes Endre Gimnázium és Szag Gimnázium nyílt napján az induló szakokról, tanórákról és az intézmény követelményeiről is. Középiskolai tanulmányaimat a Hőgyes Endre Gimnáziumban és Szag Gimnáziumban végeztem. Lehet, hogy ez a sor fog állni a későbbiekben azon tanulók életrajzában, akik megjelentek a nyílt napon. Talán már biztos elképzelésük van, talán még csak körvonalazódnak a tervek, minden esetre az intézmény vezetősége igyekezett eloszlatni a kételyeket. A Hőgyes Endre Gimnázium hagyományosan minden tanévben megtartja novemberben a nyílt napját, azzal a céllal, hogy a hatodikos és nyolcadikos tanulókat kicsit meggyőzzük arról, hogy a gimnázium felszereltségében, szakmai felkészültségében teljesen ki tudja elégíteni azokat az igényeket, amely azon tanulóknak van, akik egyetemen, főiskolákon akarnak tovább tanulni. Az itt megjelent diákok, 8-os, 6-os diákok bemutató tanórákon is részt vetnek. Hogy vannak ezek a tanórák felépítve? Mindkét napon azonos programmal a 8-osoknak, kedden és csütörtökön, szerdán a 6-osoknak készítünk bemutató órákat. A bemutató órák a képzési szerkezethez igazodnak. Úgy állítottuk össze, hogy minden képzési típushoz, tehát a reál orvosi képzéshez, a nyelvi tagozathoz, a normál tagozathoz, illetve a történelem kommunikációs tagozathoz is legyen olyan tanóra, amely ezeket a tagozatos órákat tudja bemutatni. Így a tanulók, illetve a szüleik egy kicsit betekintést nyerhetnek, hogy az adott tanórákon milyen szakmai munka folyik, és mennyire felkészültek a gimnáziumi tanulók. A nap gyülekezővel és tájékoztatóval kezdődött. A kíváncsi diákok kissé megilletődve léptek be a tornaterembe, majd a regisztrációt követően elfoglalták helyüket, hogy igazgatónőtől meghallgassák, mik a lehetőségek és követelmények egy hőgyeses diák számára. Reál és humán irányzatú tagozatok, sokféle tantárgyak, és ahogy végig sétáltam a folyosón, kellemes diák légkör. Azt mondják, a jó hír név terjedése garancia a minőségre. Hál' Istennek nagyon népszerű a gimnázium, így igen sokan szoktak eljönni ezekre a nyílt napokra. Nyilván vannak köztük, akik több helyet is meglátogatva végignézik a helyi iskolákat, illetve a debreceni iskolákat, de vannak, akik úgy érkeznek, hogy már határozottan a gimnázium valamelyik képzését szeretnék választani, csak még bizonytalanak, hogy melyiket, de inkább a helyhiánnyal szoktunk küszködni a tanítási órákon, hogy valahogy a termekbe beféljenek a látogatók és a szüleik is. Ezért nevezzük egyébként visszacsapóinak, tehát a szál futásának ellentétes irányba fogjuk megfeszíteni ezeket az íjakat. Nem is csoda, hiszen kinek ne lenne kedve egy izgalmas kémia órán részt venni, vagy megismerkedni a történelemmel, és a tantárgyakat még hosszan lehetne sorolni. Mindegyiknek megvan a maga különlegessége. Mindenkinek megvan a maga kedvence, nem csak a tanórákat, hanem a tagozatokat tekintve is. Az üveges laborból adódóan természetesen a biológia-kémiás tagozatunkra mindig többszörös túljelentkezésünk van, de mi nagyon reméljük azt is, hogy az újonnan beindulásra kerülő történelem kommunikáció szak, amelynek célja az, hogy főként a kommunikáció média iránt érdeklődők egyetemi tanulmányaikat folytathassák, az idei tanévben népszerű lesz. Az elmúlt tanévtől a nyelvi tagozatot 4 évre változtattuk a szülők kérésének megfelelően, és ennek ismeretében a szülők nagy bizalmat szavaztak nekünk, és ott is többszörös túljelentkezésünk volt. Egymással bizalmasan diskuráló, talán sorsdöntő kérdéseket megvitató diákok töltötték meg a tornatermet, akik közül többeket is megkérdeztünk, őket mi hívja a Hőgyesbe. Én mindenképpen hajdúszoboszlói iskolát szeretnék, nem szeretnék bejárni Debrecenbe, és ez egy jó nevű iskola. Én is, meg hogy itt most indult egy új szak a törés, engem az érdekel. És miért a Hőgyes? Nekem több ismerősöm is van innen, és ők is mondták, hogy ez jó suli. Igazából sokak mondták, hogy jó, meg hogy jobban érezték magukat, és én ezért. Előfordul, hogy a gyerek és szülő elképzelése egymástól eltérő. Két intézménybe, két tagozatra azonban egyszerre nem lehet járni. Ezt a problémát valahogy meg kell tudni oldani. Adódik a kérdés, ha már iskola, legyen matek. Közös nevezőre, hogy lehet jutni ilyen helyzetben? Figyelembe kell venni a gyereknek a érdeklődését is, helyesebben, hogy mit szeretne csinálni, és megpróbálom benne támogatni. Ezért is jöttünk el ma ide. Miért gondoltátok azt, hogy a Hőgyest megnézitek? Mitől vonzó számotokra ez az intézmény?
Lányom nézte magának az iskolákat, ő ezt nagyon jónak találta. Azokban a tantárgyakban, amelyekben ő jeleskedik, vagy amelyet szeret, abban ő úgy érzi, hogy itt megtalálja a számítását. És neked mi tetszik a legjobban ebben a suliban? Anya mondta, hogy te nézted magadnak. Hát közel is van, meg nem olyan rossz, vagy hát jó iskola végül is. Az iskola tanulói számos területen tantárgyban jeleskednek. A további sikereknek pedig jövőre a jelenleg még látogató nyolcadikosok vagy hatodikosok is részesei lehetnek.